Ez a kívánságszolgálat, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló fél órában. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Müller Péter író dramaturg tollából származik, és a következőképpen hangzik. Mérhetetlen gazdagságot hoz magával minden ember. Erőt és hajlandóságot, képességet és gubancot, lehetőséget és lehetetlenséget rejt magában minden lélek. Elgondolkodtató sorok. A mai műsorban felidézünk egy korábbi beszélgetést, amikor is Szabó Szilvia nótaénekes volt a vendégem, már csak ezért is érdemes lesz ma minket választani. Álljon itt a mai első üzenet. Monoki Ádámné Újbudán szeretné meghallgatni a következő dalt, egyúttal küldi szomszédjainak is, akiknek ezúttal is köszöni önzetlen segítségüket. Pere Jánossal és Turai Kismárjával indítjuk mai adásunkat, a dal címe Nem fogok megöregedni. Megöregedni, azt meghagyom másnak. Olyan vagyok, akit mindig fiatalnak látnak. Bebeugrom hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mintha máshoz mennék hajdú szoboszlóra. Nem fogok megöregedni, hiába is várják. Én rajtam az öregedés jelét sosem látják. Mikor aztán elérem a 106. évem, megdősülök, s megelégszem egy csókkal egy héten. Én sem fogok öregedni, ettől nem kell félned. Ha rám hallgatsz, megtudod, hogyan is kell élned. Még hogy csak egy csók jut nekem, s az is csak egy héten. Isten úgyse lányharagok, s nem leszel a férjem. Meglátod majd az a legjobb, ha így teszel szépen. Tartós lesz a mi szerelmünk, mint a fű a héten. Összebújjunk kettecskét, majd minden nap egy csókra. Együtt fekszünk, együtt kerülünk, de jobbra én a balra. Összebújjunk kettecskét, majd minden nap egy csókra. YouTube.com/ kívánságszolgálat, ezt a címet már nagyon jól ismerhetik. Itt tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat, sőt, biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, hiszen így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet. Fish Zita Facebookon keresztül keresett meg bennünket, a következő felvételt szeretné meghallgatni, küldi rokonainak, ismerőseinek és mindenkinek, aki szereti. A Halleluja következik László Attila előadásában. I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major leap, the path of a king composing, hallelujah. Hallelujah.
letters got a bump. But all I ever learned from love is how to shoot somebody's heart to chew ya. It's another cry that you hear at night. It's not someone you can see the line. And it's cold and it's broken. Hallelujah. Erik SMS-ben kérte a következő dalt, fogadja sok szeretettel. A Füredi Anna Bálon énekel a daloló házi orvos dr. Fehér Eszter, közreműködik Lakatos Miklós zenekara. A Füredi Anna Bálon szól a zeneszó, lesz is ottan dínom dánom, szép muzsika szó. Ketten ültünk az asztalnál, ő és én magam. Nem is szóltunk mi egymáshoz, nem is volt szavam. Egyszer aztán asztalunkhoz jött a vén cigány. Megkérdezte, mi a nótád, édes kicsi lány. De a kislány halkan csendben csak ennyit felelt. Nincsen nótám, és a nótát nem is szeretem. Annak, kinek nótája nincs, annak szíve sincs. Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod. És amikor senki sem lát, meg is siratod. Egyszer aztán hallottunk egy igen nagy csodát. Gazdag úrfi vette el az édes kicsi lányt. E fehér kocsi várta őket a templom előtt. Nem is láttak a faluban ilyen esküvőt. Kilenc szobás palotába vitték az új párt. Körülöttük a sok szolga lábujjhegyen járt. A kislányka így sem boldog, könnyes a szeme, mert a kertből felhangzik az ismerő zene. Hogy akinek nótája nincsen, annak szíve sincs. Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod. És amikor senki sem lát, meg is siratod. Messze földre mentem én, hogy elfeledjem őt. Búcsúzóul megállok a fogadó előtt. Benézek, és mit látok a tomboló tanyán. Az édes kislány játszotta a kopott zongorán. Hogy akinek nótája nincsen, annak szíve sincs. Ha nem hiszel a nótában, szíved betekints. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod. És amikor senki sem lát, te meg is siratod. Mert akinek nótája nincsen, annak szíve sincs. Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod. És amikor senki sem lát,
meg is síratott. Bodor Attiláné emese Facebookon keresztül kérte a következő dalt. Szeretettel küldi minden rokonának, ismerősének, valamint mindenkinek, aki szereti. A Csárdás királynőből következik egy részlet. Húzzad csak kivilágos virradatig, énekel Fényes György, közreműködik Látó Imre zenekara. Yeah.
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, Szabó Szilvia nótaénekes itt van velem a stúdióban, és régi ismerettségünkre való tekintettel, a legnagyobb tisztelet mellett abban maradtunk, hogy tegeződni fogunk, hiszen így teljes mértékben őszinte. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és ugye talán legutóbb a Dankó Rádióban beszélgettünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy jogos kérdés, nyilván így a nyilvánosság előtt, jogos kérdés, egy őszinte, hatalmas, hogy vagy kérdés. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek én is téged, és hát a kedves nézőket természetesen, és hát köszönöm szépen, meg vagyok, jól vagyok, hát remélem, hogy így is marad egyelőre. Ez a lényeg, és ez a lehető legfontosabb. És ugye itt is átvehetnénk a teljes pályafutásodat, amire ez a 10 perc nagyjából fogalmilag kevés lenne, de azért mégis, ha egy picit visszaszaladunk a legelejére, visszatekintünk, akkor hogyan indultál el ezen a pályán? Az éneklés, a színpad hogyan lett meghatározó számodra, amiről most már azért mondhatjuk, hogy több évtized távlatában visszatekinteni, azért valami, lehet, hogy egész más árnyalatot ad mindennek. Igen, hát én gyerekkorom óta. Szüleim azok zenészek voltak mind a ketten, anyukám táncos, apukám zenész volt, és így úgy nőttem már feleleve, hogy a véremben van ez a zenei ág. Gyerekkorom óta zenével foglalkozom, tanultam zenét alapfokon, középfokon, felsőfokon. De ugye azt tudjuk, hogy a színpad az egy hullámvasút. Így van. Ha van fellépés, ha nincs fellépés, azt a bizonyos sárga csekket mindig be kell fizetni, így meg van. Kell élni belőle. A szülők ettől mennyire féltettek, vagy ők is benne voltak ebben, ezért tudták, hogy működik, vagy pont emiatt, hogy nehogy valami mélypont legyen, inkább óvtak. Nem, édesapám az nagyon szerette volna, ha én művészi pályára jutok, anyukámnak meg, szóval nem volt olyan, igen, hogy tiltakoznak, vagy valami. Engedték azt, amit én szerettem volna. És ugye nagyon fontos, hogy komoly zenei tanulmányok álltak mögötte. Hát tehát én végül is opera szakon kezdtem, de hát ugye abban nem sokat. Igen. Volt egy kis ilyen könnyebb dalok voltak, Schubert, meg hasonlók, amikkel tulajdonképpen annak idején a Filharmóniánál vizsgáztam, és ott kaptam először filharmóniai engedélyt ahhoz, hogy én egyáltalán művészi pályára léptem. De hát ott elhajoltam, mert aztán később a tánzzal éneklés felé mentem, amire apukám erőltetett, hogy azt próbáljam meg, mert ugye ő tánczenész volt, és hogy induljak el ezen a vonalon, elkezdtem azon tanulni. Hát Ákos Tefi volt akkor a tanárom, igen, és hát így aztán ment az élet. Tulajdonképpen szabadúszóként kezdtem el fellépni is, és hát utána olyan sok kiváló kollégával voltam együtt esztrádműsorokban, hogy én annyira a magyar nótát akkor még nem is ismertem, vagy nem is, hogy nem ismertem, mert ismertem azért, csak valahogy távol áll tőlem abban az időben, és akkor amikor így eljártam fellépni, és mondom, ilyen extra műsorokba léptünk fel, találkoztam ugye akkoriban a nagy nevekkel, a Solti Károly, Kis Károly, Dóri József. Micsoda nevek. És szerencsém volt, hogy ővelük felléphettem, Jákóver, a Kovács Apollónia, akkor gyakorlatilag legendákat hát sorolod egymás után. Így van, és én ebbe benne lehettem, és ez valami borzasztó nagy öröm volt, és szép volt. Ez az, amit már senki nem vehet el. Igen, tehát ez az, ami nagyon-nagyon fontos. Így egy van. Picit még, ha maradunk a pályád elején, igen, akkor mennyire volt számodra a sok-sok tanulás akár megterhelő? Mert ugye azért ne felejtsük el, ez jelentős lemondással jár. Mondjuk más megy szórakozni, kikapcsolódni, igen, pihenni. Neked pont lehet, hogy a hétvégéden van egy olyan fellépés, amit valami egész mással lehetne tölteni, és akkor még lehetne ezt fokozni, hogy milyen elfoglaltságokat jelent. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember pályát választ, én nagyon sok minden szerettem volna lenni, de végül is ez volt az a húzó ágazat, amihez végül is oda csapottam, mert ugye mondom, gyerekkorom óta foglalkoztam vele. Végül is, amilyen pályát választ az ember, azt szereti. És én nekem a éneklés volt a szórakozás, a munka és a szeretet,
a kikapcsolódás, tehát minden. Azért mindig ott volt a B-változat, filozófia és esztétika szak, szinkronszínészi tanulmányok, külkereskedelmi marketing szak, okleveles énekzene, népzene szakos tanár, és akkor talán azt kellett volna a legelejére tenni. Igen. Szóval azért volt ott egy biztos B-változat. Persze. Szóval tulajdonképpen az volt, hogy azért a szüleim azt mondták, hogy azért válasszak valami emberi, idézőjelben emberi szakmát is, és akkor ugye elvégeztem ezt is, azt is, amazt is, amihez úgy kedvem volt. Mert azért a szüleim, mondom, nem nagyon mondták azt, hogy na, ezt csinált, fiam, mert akkor nem lesz, meg lesz, meg... Szóval nem avatkoztak bele, úgy érezték, hogy én ezt el tudom dönteni, hogy melyik utat válasszam. Hát a legnagyobb szívügyem volt az állatorvos. El is végeztem azon is, csak hát ugye jött a rengeteg hakni, pont abban az időben voltam tele fellépésekkel, és sajnos nem sikerült a következő szemeszterbe már bejutnom, mert ugye lemaradt. Viszont ha azok a fellépések nem lettek volna meg, tartva emiatt, mondjuk akkor mi most lényegesen kevesebbek lennénk, az én jó apámnál ezzel a felvétellel folytatjuk, és nem sokára jövünk vissza, és beszélgetünk tovább. Köszönöm szépen. Szabó Szilviával pedig beszélgetünk is tovább, és ugye már azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok területen otthonosan mozog. Szinte a hobbi kérdés az ilyenkor furcsa lenne, hiszen annyi mindent végzel gyakorlatilag, hogy lehetne bármelyik a hobbi, de ott van a festészet is, jól tudom? Jaj, igen. Hát az egy olyan érdekes dolog volt, hogy voltam valahol vidéken, és ott éppen festő tanoncok, hogy így mondjam, festegették a falut. Igen. És akkor úgy megnéztem, hogy mi, hogy meg mint, és akkor mondtam, ilyet én is tudnék csinálni. És ennyi volt? Hazamentem, a férjem nagyon rendes volt, mert beszerezte a hozzávaló dolgokat, vett állványt, vásznat, festéket, mindent az igat a világ. Szóval, ha azt mondtad, hogy neked ez menne, hát itt van, próbáld meg. És akkor voltam ugye, egy CD-m megjelent, és annak volt egy bemutatója, és arra a bemutatóra a színpadra kaptam, felhozta egy... illető egy olyan gyönyörű kosárvirágot, egy hatalmas nagyot, ami pont megfogott ebben a szituációban, mert pont ekkor volt ez a festői lázam is,
És az volt az első festményem, azt a virágcsokrot festettem le. Az igen. És olyan jól sikerült, hogy festettem belőle még egyet, és azt neki ajándékoztam annak az illetőnek, akitől kaptam. De jó. Úgyhogy így kezdődött a festészeti karrierem. Hát mostanában én inkább ilyen tájképeket, tehát nem arcképet, azt lehet, hogy nem tudnék, nem is próbálkoztam vele, mert nem ihlet meg. A tájképek, azok tulajdonképpen, amik lefoglalnak és érdekelnek. Nagyon fontos elmondani, hogy a rengeteg munka, tanulás, fellépés után azért jöttek az elismerések is. Tehát tényleg egy szép kerek pályafutást láthatunk, mert itt volt 94-ben a Társadalmi Munkáért Oklevél és Emlékérem ezüst fokozata, 2000-ben babérkoszorús emlékplakettet kaptál, 2010 egy nagyon fontos év volt, ugye a köztársasági elnök által adományozott állami érdemkereszt ezüst fokozatát is megkaptad, és 2013-ban pedig életműdíjat. Én azt gondolom, és persze a közönség szeretete mindvégig hát ott a van. Legfontosabb. Tehát azért mondom, hogy díjakból, elismerésekből úgy gondolom nem volt hiány, és teljes joggal érkeztek. És köszönöm annak, aki át gondolt rám akkor is, hogy ezt én megérdemeltem, vagy nem érdemeltem, remélem megérdemeltem. Ez nem kérdés, persze. És hát ugye, hadd mondjam még azt el, hogy ebbe még az is beleszólt, hogy én még tanítottam is. 15 éven át tanítottam egy művészeti szakközépiskolában, és hát rengeteg színész palánta jött ki a kezem alól. Óriási dolog, tényleg. Óriási. És hát arra vagyok a legbüszkébb, hogy olyan tanítványaim vannak, akik manapság színházakban szerepelnek, és ott lépnek fel, és hát azért én indítottam el az ének tudásukat legalábbis. A többi az nem az én dolgom, de az ének tudásuk az biztos. Most csak tényleg szemezgetni tudtunk ebből a bőséges, tartalmas pályafutásból, de elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Javaslom, folytassuk egy következő alkalommal majd valamikor. És a legfontosabb üzenetet a végére hagytuk, a Szeressük egymást, gyerekek című dallal. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra, mi pedig Szabó Szilviával folytatjuk. Én meg köszönöm szépen a meghívást. Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz a végső állomás, a szép pihenni ér. Kacagjuk át az életet, hisz úgyse tart soká. A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldogká. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb. Ennél szebb szó, hogy szeretem, a nagy világon nincs. Az élet úgy is kovasszál, így búslakod légkár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várjuk Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!